Még reggeli csend van a Szalajka völgyében. A tóvá feldúzasztott patakvizében ott úszkálnak a fürge pisztrángok, felettük pedig szelídített vadkacsák illegetik magukat, mintha csak a turisták kedvéért lennének itt. Pár száz méterre a tavaktól megérkezünk a patak leghíresebb szakaszához. A Bükk-hegységet mészkő építi fel. A mészkőben a víz hatására végbe menő folyamatok több szempontból meghatározzák a Szalajka-völgy természeti érdekességeit. Két nagyobb forrás ontja a kristálytiszta, 10 Celsius fokos hideg vizet. A sok oldott mezet szállító patakvíz a legegyszerűbb növényekkel együtt hozta létre a völgy legszebb látványosságát, a lépcsőzetes fátyolvízesést. A vízben oldott méz ugyanis kiválik a patakmederben élő algákon, mohákon. A lassan-lassan egymásra rakódó méztufa rétegek lépcsőzetesen növekedtek, és ezeken a lépcsőkön számtalan sugárban fátyolszerűen csopog alá a Szalajka patakvize. Tovább haladunk a patak felső szakaszán. Utunk Bükk-erdőben folytatódik. Meredek lejtőn, cikcakban felfelé vezet a turistaút. Egyik oldalon meredek sziklafal, a másikon alattunk a patak csobogása hallatszik. Alig 20 percnyi gyaloglás után megérkezünk az Istállóskői óriás barlanghoz. A régészeti kutatások megállapították, hogy 30-36 ezer évvel ezelőtt éltek itt ősemeri közösségek. Az általuk használt eszközöket, csontmaradványaikat és egy hatalmas tűzhelyet ma múzeumokban tekinthetjük meg. Később már a történeti korszakban állattartásra használták a barlangot. Feltehetően a fennsíkon legeltetett birkákat hajtották ide éjszakára, és az istállóskő elnevezés ebből a szokásból ered. Mire visszaérünk a völgybe, erre is, arra is kirándulók tömegét látjuk, itthoniakat és külföldieket egyaránt. A természet errefelé idegenforgalmi látványosságnak számít. Mi a sétánkat kis vonatozással fejezzük be. Thank you.
Szilvásváradról induló kis vonat naponta többször is hozzaviszi a kirándulókat a patak mentén a fátyol vizesésig. Mire visszaérünk, a végállomás környékén gombamodra szaporodó butikok, büfék már kinyitottak, tulajdonosaik azt várják, hogy a rengeteg turista itt költse el pénzét. Ami minket illet, mi nem nagyon szaporítottuk bevételüket. Istálosköd körülvevő hegyektől látótávolságra egy csendes kis faluban vagyunk. A falu széli dombtetőről rálátunk három utcájára. Távolról ide látszik a lemenő napsütésben a bükkhíres mészkőbányája, a félig elbányászott bélkő. A falu neve Csernej, és a patak, amelynek itt a forrásvidéke, szintén ezt a nevet viseli, Csernej. Itt lakott másfél hétig csoportunk. Célunk az volt, hogy a Csernej forrásvidékének falvait bejárjuk, történelmit megismerjük. Az idegenforgalmi hírességű szilvásváradi szalajka völgytől kőhajításnyira sokak számára ismeretlen tájon barangolunk, falvait, érdekes embereit magunk számára felfedezzük. Mi, akik arra szövetkeztünk, hogy Magyarországot vegyük át örökségként, olyan helyeket fedezzünk fel, ahol mások ritkán vagy soha nem járnak. Mert azt hirdetjük, az örökségben ez is Magyarország. Amelynek utcáit látjuk, Lénár Daróc. Régi Árpád-kori helység, amelyet a váradi regesztrumban is említenek.
földesura a faluról Darócinak nevezte magát. Szép római katolikus temploma a Csernei patak partján áll. A templom belsejében, az oltártól jobbra, a falon bekeretezett címert látunk, alatta évszám 1647. A falu történetének fontos eseménye fűződik az évszámhoz. A címer pedig nemesi címer, nevezetes öröksége ma is a falunak. A fehér zászlón is ez a címer látható, amelyet az önkormányzat adományozott a falu egyházának. A történetet pedig Bárdos Barcék házában ismertük meg. A család féltett kincse a bekeretezett címer és a nemesi családfakönyv. Az esemény, amelynek főszereplője 1647-ben nemesi rangot kapott. Így van leírva a krónikában. Bárdos Péternek az volt az érdeme, hogy az akkori török megszállás és hódítás idejében a Keselőkkő vára körül portyázó török osztag vezérének sátrába ének idején belopódzott, és a vezér fejét levágta. Hajnalban, mikor a törökök ezt észrevették, Keselőkő vára alól megfutamodtak. Péter ezen hőstettéért választotta a nemesi elvényeképpen bátorsága jeléül a liliumot tartó oroszlánt és a kivont kardot. Úgy a bőrmarsolata úgy került hozzám, hogy édesapám 1948-ban bíróval választotta a község. Ő volt az utolsó bíró ebbe a községbe. Na most ennek hagyománya volt, hogy mindenkori bírónak kellett őrizni ezt a címert, ezt a nemesi oklevélnek a másolatát, meg a bárdosi könyvet. Azért, hogy aki mondjuk ide bejött a községbe, úgyis a bírónak állott meg, és azt meg tudja mutatni. Na most, amikor a tanács választás megtörtént, ugye, hát nem kell magyarázni, hogy az akkori rendszer mindenféle módon el akarta ezeket a régi nemesi dolgokat pusztítani. Mindenáron el akarta a apámtól venni, hogy elégetik. És apám nem adta oda. Még pénzt is ígértek neki, de nem adta senkinek se oda, úgyhogy ezt megőriztük. És mivel azóta, ugye, hát ez a rendszer is, hát még mindig mondhatjuk, hogy gyerekcipőbe jár, mert még semmi nem biztos egy hivatalba, még mindig nem lehet azt mondani, hogy hát holnap vagy holnap után mindené szabatolnak, ezért még most is itt van a könyv, sőt a község lakói, sőt idegen bárdosok is azt mondják, hogy inkább legyen itt, mert biztosabb helyen van, mint egy hivatalba, a polgármester hivatalba, vagy valahol adjuk be, mert ott mindig cserélődnek az emberek, egyszerűen nem tudja azt se, hogy mit, hova tettek tegnap. Nem csak? A nemesi családfakönyvet ma Bárdos Barci Gusztáv őrzi. Thank you.
A faluban ma is a legtöbb családot bárdosnak hívják, és megkülönböztetésül elő- vagy utónevet tesznek hozzá. A templommal szemben áll az utolsó bíró, Bárdos Barci Ágoston tornácos háza, ma már mások laknak benne. Falu szélét elhagyva a dombtetőre jutunk, ahonnan már látszik a szomszéd falu Csokvaomány. A dombtető kőkereszt adja tudtul a vándornak, félúton van a két falu között. Furcsa falu Csokvaomány. Tulajdonképpen nem is egy, hanem kettő. Itt a keleti szélén kandikál ki a völgyből az ományi templom tornya. Amott szemben, a domboldalon, a csokvai temető. Ha templomi búcsút tartanak, még ma is külön-külön helyeken tartják. Úgy tartja a szájhagyomány, hogy Csokvának a régi faluja fenn, a dombtetőn volt, de a törökök elpusztították, és azután épült újjá a völgyben. Mint mindenütt, ezen a vidéken is minden tájrésznek külön neve van. Ezeket a neveket sorolja most nekünk Várdi Gyula tanár úr. Ahol Csernyből átjöttetek, ott az egyik hegynek az a neve az, hogy Bujunkó, elipszilona, Bujunkó, akkor mellette Tücskös, Ravaszlyuk, Nyírjes, akkor Kakarcsó, akkor annak a völgynek a neve pedig, ahova leereszkedtetek és utána újból följöttetek, Nemecke. Ez nagyon érdekes, mert érzitek magatok is, hogy a nyemecki, német, szláv, tehát szláv szó, amelyik németekre utal, oklevelekben nincs szó egyáltalán, hogy itt németek laktak volna, de ez a dűrő név már bizonyítva, hogy itt laktak németek is. Nemecke. Akkor mocsajás tető, kismező, akkor régi malom, az például ott valamikor vízi malom volt, aztán gőzmalom volt, de már a gőzmalom sincs meg. Itt, ezeken a házakon túl, itt hosszú kenderföldek. Ma csak úgy emlegetik, hogy hosszú. Kendert itt azért termesztettek, mert az alsó ruházatot nagy rész kenderből készítették. A kendert pedig áztatták, tilolták, hogy jöttek ilyesmikről, rokkával, szőtték, fonták. Egyébként a szövőszéket itt helyi szóval szátyvának nevezték. Még lehet, hogy találtuk a faluban valahol ilyen szövőszéket. Valamikor nagyon divatos volt a fonó, és a fiatalok oda jártak a fonóba ismerkedni egymással, az olyan volt, mint ma a diszkó. Ott dolgozgattak, és ott szórakoztak, és énekeltek, és játszadoztak is. És van is a megyében egy Lajos Árpád nevű kutató, aki rengeteg fonónótát gyűjtött össze, régi népdalokat erről. Hát itt is divatos volt, de amikor én ide kerültem, vagy 40 évvel ezelőtt, akkor már nem voltak ilyen fonó összejövetelek. Összejöttek ezenben az emberek például a kukoricafosztásra. Én magam is vettem részt ilyenen, ahol ugye sokat emlegettek a régi dolgokról. Na szóval nem végzettem ezt nektek. A kendert, ahol áztatták, ilyen nagy gödröket ástak, és ezt úgy hívták, hogy mocsolya. Itt például, ahol az orvosi rendelő van, itt is ilyen nagy kenderáztató gödör volt. Akkor ilyen a Sáta nevű falu irányában van egy hely, amit úgy neveznek, hogy Békatelep. De úgy is nevezték, hogy Kuruttyó, ilyen csúfnépszerű név volt. Annak például
az a magyarázata, hogy abban a Gödöllőben ugye békák is megtelepedtek, ott Kurutyóknak, békatelepnek, meg Kurutyónak is nevezték. Na szóval több helyen van különben, nem csak itt, hanem más falvakban is találtak ilyen mocsolyás nevet. Kirádon is, Borsodnál, Tasdőn is, több más helyen is, tehát ezek kenderáztató helyek. Akkor itt, ezen az utcán, ahol most jöttünk, ha ezen elmentünk volna még vagy 300 métert, Csokvárnak a régi központját úgy hívják azt a pár háznak a környékét, hogy Kaloda. Ugye a régiek szerint ott valamikor ott állott egy kaloda. Tudjátok, hogy oda bűnösöket állítottak, egy kaloda, meg perlengér, ilyen büntetőeszközök volt, meg deres, hogy ilyenek voltak valamikor. Na, itt egy kaloda lehetett, ezek szerint. A falu egyik vállalkozója Pap Lajos. Édesapja a kádármester volt, de ő már nem folytatja apja mesterségét. Ennek ellenére megőrizte a munkaeszközöket, ott vannak együtt, a melléképület egyik helyiségében. Utoljára mikor készültek itt hordók? Hát azon körülbelül apám még 6-8-9 éve körülbelül. Igen, és ezekkel a szerszámokkal mi lesz most majd? Hát ezeket szeretné valamik felállni valami múzeumnak, vagy nem tudom, magáncégnek valakinek. Vagy igenis, akilyen gyűjteményt akar esetleg létrehozni, vagy falumúzeumot, vagy valamilyen, nem is tudom, milyen helyre kerülne. Mert tényleg régiek nagyon is szeretném, hogyha biztos helyre kerülnék, ahol egy megőrzés alapján fennmaradna az egész szakma. És minden szerszám megvan még? Hát itt megvan minden, ami kell az egész hordókészítéshez, minden megvan. Csak össze kell szedem, mert különböző helyekre van eltéve. De ebből is van például ilyen húzatókból, van vagy 5-6 darab, azt hiszem, különböző méretű húzatók vannak. Ezek a gyalogból minden vannak, ami szintén bent van. Ezek szintén nontrálok, ebből is van vagy 8 darab biztos. Hát ami kell egy hordó elkészítéséhez, mit tudom, 500 literig, addig megvannak a szerszámok. Csak mondjuk nem használhatósak, csak... Nem jelentkezett még valaki, hogy elviszi őket? Nem is forszíroztam ebben a dolgot, mert úgy szeretem, hogyha komolyabb helyre kell viszont, nem egy ilyen csak elhelyett állni az egész dolgot, hanem valóban. Vagy múzeum részére, vagy pedig ilyen. És itt a faluban vagy a környékén nem jelentkeztek olyanok, akik nem nagy falumúzeumra, vagy nem valami más? Nem a múzeumtól, és a Szilvásvállalat vártam mindig, hogy jönnek, de nem jelentkeztek gyakorlatilag, és én szerintem én nekem kell utána mennem, hogy mégis polgármesteri hivatal valahol felfigyenek a dolgokra. Tehát egyelőre családi örökség. Hát egyelő az, de én szeretném. Nem dobják el. Nem dobjuk el, ezt minden dolgot megőrzünk, megőrizzük, és csak a komoly dolog, akkor adjuk oda. Hogy mi is azért esetemet tudjuk nézni utólag is, gyerekeim is emlékezzenek a dologra, és akkor nem pedig el. És hányféle hordót készítettek? Hát itten... Milyen célokra? Reméljük, hogy egyszer majd Pap Lajos édesapjának munkaeszközeit is múzeumban fogjuk látni. Valami ilyesmit szeretne elérni a Csernájben lakó Nedecki Lászlóné, Vince Tímea is. A fiatal tanítónő a környék népművészeti tárgyait gyűjtötte össze. Hát tulajdonképpen nem volt különösebb előzménye annak, hogy most ezek a dolgok itt vannak, annyi jött, hogy nagymamával, idős nénikkel, idős szomszédnénikkel, akik majdnem rokonok, az idős szomszédnénik majdnem mindig majdnem rokonok, ugye? Rengeteget beszélgettünk, és mondták, hogy unokák, gyerekek nem értékelik az ilyen dolgokat, hogy kacatoknak hívják, meg nagyon sok helyen a régi használati tárgyakat, szakajtókat, törött köcsögöket kidobják, feleslegesnek tartják, és ugyanakkor abszolút nincsenek tisztában sem a használatukkal, sem az értékükkel, tehát lényegében már nem értékelik egyáltalán az ilyen dolgokat. És ha megnézitek azt, hogy ezeknek a terítőknek, vásznaknak milyen a minőségük, milyen a hímzésük, és bementek ma egy boltba, ahol ilyesmit lehet kapni, és azt megnézitek, nem biztos, hogy az mondjuk 90 év múlva ugyanúgy fog mutatni, mint ahogy most. Ezek pedig már legalább 90 évesek, amik itt vannak. Tehát csodálatos, hogy mennyire időtállóak, mennyi munka van bennük, és hogy mennyire szépek a maguk valóságában. És végül is ez indított arra, hogy gyűjtsem ezeket, és hogy kiállítást készítsünk belőle a Monos Béli Általános Iskolának a
a klub helységében, mert én szerintem kell, hogy ezt megismerjék az emberek, és főleg a fiatalok, mert ők még tudnak változtatni hozzáálláson is, meg viselkedésen is, meg értékrenden is. Ugye felnőttek már nem mindig képesek rá. Nézzünk hát, néhány darabot akkor innen ettől a asztaltól. Először. Ez egy nagy abroszt, ünnepi asztalra terítették annak idején, és ennek az a különlegessége, hogy egy balatoni nénike Kerek Marinak hívták, ő rajzolta elő a mintákat, teljesen szabad kézzel, a megrendelő az csak kijelentette, hogy ő milyen stílusú mintát kíván, virágot, tulipánt, galambokat, bármit, és a néni fogta, leült és megrajzolta. És szabad kézzel mind a négy sarkára egyforma mintát, de annyira egyformát, hogy nagyítóval meg lehetne nézni tényleg. Valami hihetetlen memóriája volt. Annyi kikötése volt csak, hogy csak azzal a színű és típusú fonállal lehetett kinyímezni, amivel ő meghatározta. Tehát, hogyha azt megtudta, hogy valaki nem tartotta be a szavát, akkor annak többet az életben nem rajzol. És tehát a nénike 90 nem tudom hány évesen halt meg, érdemes lenne az utódjait megkeresni. Mert biztos, hogy nagyon sok érték van még náluk. Mivel Csevice forrásban, gazdag vidéken lakunk, faluban kettő is volt, használták ezt a csevicés tarisznyát, mégpedig úgy, hogy belerakták a vizes korsókat, amikor már megtöltötték, átvették a vállukon, és összefogták maguk előtt a nénikék, és úgy hordták a vizet. Hogyha nagyon sok vizet kellett hozni, és még fiatal volt az asszonyka, és bírta, akkor előre is fel lehetett venni egyet. És ugyanilyen célból hordták az általvetőket is. Ugye az olyan tarisznya, hogy vállon át kell akasztani, és elő is hátul is lehet belepakolni. Próbáljátok ki. Na? Valaki vegye fel. Rajtad olyan jól mutat, olyan jó magas vagy. Kevésbé fontos, ennyi, benyomod itt az egyik kezedet, a másik kezedet, megkötöd magad előtt, én meg megigazítom neked. És akkor így. Masnira csak így, masnira, mert másképp aztán csak ollóval lehet levenni. És akkor ide rakták be a vizes korsókat, aztán 5-10-15-20 litert, amennyit elbírt a néni, annyit vitt haza. 80-90 évesen is. Nagyon jól mutat egyébként. Piciny falucska Csernejtől keletre Bükk-Magyarorsd. Alig 400-an lakják, csoportunk itt Hegyi Jánosnál és feleségénél járt. Az idős házaspár a régi időkből a lányok és legények kapcsolatáról beszélt, és persze arról is, hogy milyen viszony volt a két szomszédos falu Csernej és Bükk-Magyarorsd között. Például mi templomom nem volt, addig Csernej úgy csúfolt minket, hogy pacit templomom van. Mert az iskolába tartotta a kál. Mi sejtik búcsúkor, mert minden nálunk szeptember 12-én van a búcsú, azt addig mindegy eljött időt, itt mi sejtek az iskolába. Az iskola volt ott alakítva igazán, amennyire lehet templomnak. Úgyhogy mindegy viccéltek a Csernejék bennünket, a magyar orzsiakat, meg a janyokat is, hogyha elmentünk a templomba, mindegy így udegfúzogtak tőlünk a templomba is, igazi, mert... Visszahajos volt a helyzet, jobban a két falu közt, igazi, de amúgy még... És a magyar orzsiak hogy adták vissza ezt? Nem nagyon vissza, mert tetszik tudni most is, mint úgy mondjuk, hogy gyarmatja vagyunk Csernejnek, mindegy úgy volt, mert igazi a jelzőség mindegy Csernejben volt. De most azt na, nekünk is van ma polgármesterünk, és azért azóta nagyon jó is, mert mi azért ma a vizet beszélünk, tehát most a gazt akarja, úgyhogy elég jó polgármesterünk. Még jó anyagolunkban. Akkor megyik azért úgy volt, hogy itt termeltük a tendert, azt még csináltuk, azt fontunk, de a lányok így jártunk sorba a házhoz.
Ágyam voltam kint, az a légidősök, azok mind nem tűnkoztak, ott voltak a legényünk is. Osztakor. Igazi úgy volt, hogyha elejtettük az orsót, akkor félkaptak a legényük, azt akkor kivitték, hogy azt kísérjék ki az a Jani, a fiút. De igazán nem akár kísérni, ha nem tetszett a Jani, azért nem ment ki utolsó. De akkor ott azt csinálta sok részé, hogy ahogy mondtunk, hogy beszélt az egyik fiú, beszélt hozzám, azt arra néztünk, azt közben még a meggyújtottak a szözt a guzsajon. Ahogy mondtunk, az csak úgy végigégett a rajta és alig légy. Az orsót meg úgy adtuk vissza a lányoknak, hogyha miért puszítottak érte. Egy pár puszi vagy éppen, aztól több. De volt, igen, mert hogyha nem puszítottak meg érte, akkor nem adtuk vissza, ugye nem tudtak fogni. És akkor ugye rajuk volt szabva, ugye az anyjuk odadott nekik, nem tudom én hány. Még volt, hogy mennyi csepűt, vagy jó szözt, ilyeneknek hittak. Azért volt úgy ma, hogy... Hogyha nem csináltak meg idejében, akkor aztán ugye kénytelenek voltak meg puszítni igazi a legényeket. Amikor igazi azt tudtuk, hogy no, volt úgy, hogy no, hónap már lesz valami van mulatság, akkor ma úgy csináltunk, hogy otthonról elvittük a telealsót. Hogy ma, amikor hazamentünk, hogy nem mondja, akkor nem fontunk, a telealsót, orsót elvittük haza, azt akkor. Van templomban volt két oltár? Igen, mert magyarországiak vették azt egy oltart, hogy mivel nekünk nem volt templomunk, ott volt az oltar. No, azt mikor itt kész lesz a templom, akkor követelték volna igazi vissza az oltart, hogy azt hozzal fel, de hát igaz az, hogy ma ne roncsalt, még ott is a templomot hat ma. Úgyhogy csak nem adtak igazi, ide hozta az oltart, ide igazi hozta a másikat csinálták, de mondjuk volt kereszt, amit hogyha körmenet volt, akkor azt mindig a magyarországiak vitték. A keresztet, azt akkor volt innét, oda ment fejhez egy öreg asszony. Én nem is tudom, hogy az unokájánál lakott. De magyarországi volt, azt ott lakott az unokája, innét ment fejhez Csernejbe. Azt azt fogta maga, kiment a templomba. Azt senkinek nem szólt. Megfogta a keresztet, kivette, azt akkor elhozték erre az erdőnek. Valahára fogta, azt elhozta haza a mi templomunkba. Úgyhogy mai napig is itt van a kis kereszt nálunk a templom. Így volt. Igazi Csernej, mi magyarországi is, hogy ennyire voltak még erdők is. Tessék meg egy-kettőt kiválasztani és felolvasni nekünk ezekből a versekből. Gyűjtőmunkánk egyik területe a lakodalmas szokások gyűjtése volt. Csernejben él két férfi, akiket messze földön ismertek, mint vőfélyeket. Először az idős Bartaléka Béla bácsit halljuk, amint a mennyasszony kikérőt, majd a borköszöntőt mondja el. Örömés békessége házba lakozzon, de tiszta szeretet is benne mulatozzon. De nekünk is vidalmas mulatságot hozzon, azért senkinek a fejére búvánatot ne hozzon. Szó-szól valam a szavam hozzátér, hogy engedje, adja be nekünk, ami a szívünkért. Vőlegényen útnak adja meg kérelmét, négy törje tovább már szíve gyötrelmét. Mire már a kedves szíve kívánkozik, négyet a szívét érte óhajtozik. Kívánja a szíve szívével egy legyen, mire ő a szentítem bizonságot teszen. Aládosan kérem hát kelmeteket,
bocsássák el velünk hitre kedvesüket, hadd mondhassák egy Márta Koltal, vigyázz, szeretlek, koporsón bezártá is soha még nem vetlek, bánat és unalom e házba ne férjen, híre, neve, dicsőjűsége több százakat érjen, hajó pályafutást hisztek mindig végbe, kívánom, hogy boldogok legyenek fönn a csillagos égben, szívemből kívánom, dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó, hát akkor halljuk a végét, a bor beköszöntő. Mikor az öreg Noé apánk az egek urának a parancsára a víz özön elő futott a bárkába, minden állatfajtából s növényből egyet vitt, hogy ne nélkülözzön a víz után semmit, ám de legbölcsebben mégiscsak azt tette, hogy a szőlőtőkét ki nem felejtette. Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, amiből erőnket és kedvünket szerezzük. Rajta tehát, uraim, töltsünk a pohárba, igyunk az öreg Noé apánk emlékeire is máma, amiért szőlőt teremesztett, legyen neki érte ezer hála, mert neki köszönhető a szíveinknek minden igazsága. Kameránk elé ült Fónagy Béla is, aki ma a környék lakodalmainak legismertebb vőfélye. A faluban nemes egyszerűséggel csak USA-nak hívják. Annak idején az egyik Amerikába kivándorolt rokonától USA feliratú golyóstollat kapott, s ezt büszkén viselte, akkor kezdték hívni így ismerősei, és rajta maradt ez a becenév. Tőle is először az egyik borköszöntőt halljuk. Ahol vége vannak lányok és legények, ha szerintem én oda benézek. Hogy jó bor van, azt tudom, ebben a szörnyűen nagy a tapasztalatom. Nagyapám kántor volt, apám kefekötő, a bort csapról vitte mind a kettő. Ha nekem a torkomon egy kis víz lefolyna, az öreg a sírjába rögtön megfordulna. A jó Istentől csupán az a kívánságom, hogyha öreg leszek, eljön haláló. 20 akós nagy hordó borra legyen tele, hogyha vesztem érzem, abba üljek bele. Kitanultom a számat, gyűl a jó bor bele, lelkem pedig repül a menny felé. Andalok visznek mennybe, amint dukál, Szent Péter pedig a kapuban szalutál. Uram, ezt a jó borigyót fogad keveledre, életében a vizet a cipőjön sem tűrte. Tehát ez volna a bornak a köszöntő verse. De nem is egyfélét, behoztam a kakast és vele jegyzét. Hogy jutottam hozzá, mindjárt elmesélem, figyelnek rám, csak türelmesen kérem. Szaladgált a kakas a érce nyomába, én megfogtam magam, szaladtam utána. Megfogtam mindkettőt hamar szerencsére, leöltem őket és leforraztam szépen. Azután lábukat összekötöttem, őket a fazékbe belegyömösöltem. Szép sárgára főtt meg benne a bőrük, lett ínyemer való pecsenye belőlük. Nyúlnak utána, ízes a falatta, tessék nagyon, de az bátran kóstolhatja. Csernei műemlékjellegű épülete a kastély, amely most önkormányzati tulajdon, egyik részében a községi könyvtár található. Az egykori gazdák, az ősi Sturman család tagjai számos történeti érdekességgel szolgálnak. Többek között hozzájuk fűződik Gömör vármegye bánya és vasiparának fejlesztése. A híres betyár Vidrócki Márton is többször járt a faluban, aminek emlékét több földrajzi hely elnevezése és a szájhagyomány is őrzi. A Bükk-hegység legújabb kiadású turista térképén a faluról többek között ezt olvashatjuk. A község a Bükk-hegység legnyugatibb lejtőjén fekszik, a Csernei patak partján, Ózd és Szilvásvárad között félúton. Helyzetéből adódóan nagy az átmenő forgalom. Ebből is következik, hogy a falunak nem csak múltja, jelene, hanem jövője is van. Az itt lakókat helyhez köti a környező természet szépsége, a falu egyre szépülő arculata, a tiszta levegő és a városinál is idillikus a falusi hangulat és életmód. Erre a falusi hangulatra mi is szívesen emlékszünk, és a most hallható dalaink hátteréül talán nem is választhattunk volna szebbet, mint ezt a tájat. Mm-hmm.
voltatok, édes nád. Itt vagytok, oly búsak, mégis hát. Lombotok, jaj szava, elkísér utamon. Öreg fák, öreg fák, öreg fák. Lombotok, jaj szava, elkísér utamon. Öreg fák, öreg fák, öreg fák. Szenvedek, szívem fáj, mikor tobban. A hazug szónál nem fájhat semmi jobban. Szeretném hinni azt, mit az emberek mondanak, de csak szavak, csak szavak, csak szavak. Szeretném hinni azt, mit az emberek mondanak, de csak szavak, üres szavak. Elbújnék, rejtőznék a rengetegben. Elfutnék, rohannék a sors előtt. A szél elhozná az erdő énekét, hangokat, hangokat, hangokat. A szél elhozná az erdő énekét, hangokat, hangokat, tiszta hangokat. Öreg fák, árnyatok, bűvös nád. Miért vagytok, oly búsak, mégis hát. Lombotok, lombotok, jaj szava, elkísér utamon. Elkísér utamon. Öreg fák, öreg fák, öreg fák. Lombotok, jaj szava, elkísér utamon. Elkísér utamon. Öreg fák, öreg fák, öreg, öreg fák. Öreg fák. Nyilván a messzeség felé, magányos csillag, két órán ballog, s nem tudja, mit hoz az ég. Földön kesergő, magányos szívek, dobbannak halkan egymás felé, s egymással elnek a síri magányban, s átlépik újra a létküszöbét. Magányos felhők húznak az égen, halkan lopják a napkoron tüzét. Vándorok népe halkul az éven, kéri a szívütemét. Magányos szívek hangdobbanása, létünk zenéje, csodás beszéd. Innünk kell abban, hogy szárnyalhatunk majd a boldogság íz tükörét. Innünk kell abban, hogy szárnyalhatunk majd a boldogság íz tükörét. Aki most először hallja a falu nevét, rögtön a Csermelyre gondol, a halkan csordogáló kicsimpatakocskára, amit a magyar nyelvben ezzel a szóval illetünk. És nem is téved sokat. A falu és a rajta átfolyó patak neve ennek az elnevezésnek a régies formája. A falu múltjával kiemelkedik a táj többi községe közül. A hagyomány szerint már a honfoglaláskor létezett. Legrégibb említése 1236-ban fordul elő oklevelekben. A
Csernei forrás vidékének sokáig nevezetessége volt az itt feltörő szénsavas víz, a Csevice. Erről beszél nekünk az iskola egyik tanárnője, Antal Ferencné, Mónika néni. Mostani orvosi rendelő mellett volt valamikor található a régi orvosi lakás, és attól fölfelé, tehát a mostani kis patak folyásának megfelelően mondom az irányt, hogy fölfelé, végig ilyen vizenyős, lápos terület volt található, és valahol ezen a területen élt egy szegény ember, akinek, mint a mesében, csak egy fehér lova volt, azzal dolgozott reggeltől estig, és már-már azon gondolkozott, hogy el kell adni a lovát, vagy le kell vágni, mert nem tudott mit adni neki enni, és egy idő múltán azt vette észre, hogy a ló mindig jobb erőben van, és elhatározta, hogy utána néz a dolognak. Úgy is volt. Követte a ló nyomát, és az végig ezen a lápos területen fölfelé a Csevice forrás, illetve a Csernei patak mentén ballagott fölfelé, és egy részen megállt, és ott ivott abból a bizonyos vízből, aminek ilyen büdös, kesernyés szaga volt, mert nem volt nevezhető illatnak, és a szegény ember lekapta a sapkáját, telemerítette, abból ivott. Igaz, hogy az orrát be kellett fogni, mert szokatlan volt ez a jellegzetes bűzös szag, de az íze az nagyon tetszett neki. És ennek nyomán aztán hírt adott a faluban az embereknek, vitte ki szerszámokat, és kitisztították a forrásnak a környékét, és attól az időtől fogva oda jártak a falubeliek vízért. Hát mondják, hogy azt számított igazán ügyes lánynak a faluba, aki kora reggel elsőnek megmerítette a korsóját. Máig őriznek a padlások olyan edényeket, emléktárgyakat, amelyek a vízforzást örökítik. Ez volt a úgynevezett csicsis korsó. Ennek volt egy füle, a fülén volt egy bütyök, és ezt a bütyköt vették a szájukba az emberek, és úgy itták, mint a baba a cumis üvegből a tejet. Vásár volt, Borsodnádasban azt hiszem, vagy Járdánházán. Ez egy szomszédos település, hogyha itt az erdőn átmegyünk, akkor Járdánházán lyukadunk ki. És ez a fiatal leány, a monda szerint, ott papucsot akart magának venni. Kis motyójába itt a megtakarított pénzecskéjét, és valahol ott a betyárkút környékén elé toppant Vidrócki Márton, és beszédbe elegyedtek. Persze a kislány nagyon megijedt, ő még nem tudta akkor, hogy kivel áll szemben, és kérdezte Vidrócki, hogy hová igyekszik. A leány elmesélte, ahogy az előbb mondtam, és Vidrócki azt mondta, hogy tegye el a kis pénzecskéjét, ne féljen Vidróckitól, nem fette fel a fülétét, hogy ő az, és ő adott pénzt a papucsra. Tehát nem, hogy bántotta volna, hanem a szegényeknek inkább pártfogója volt, és ő az ő pénzéből, illetve hát amit így a környékbeli gazdagoktól összeszedett, abból adott a papucsra pénzt. Betértünk Kovács Jánosékhoz is. János bácsitól arról érdeklődtünk, mivel töltötték az idejüket régebben a fiatalok. Szórakoztam olyan korban, hogy hétvégén mindig megvolt a megfelelő program. Külőztek, úgyhogy csoportosan jártak házakhoz. Mondtam úgy a feleségem, hogy jártak házakhoz, összejöttek, azt mondom, hogy legény is elmentek utána a minkes házakhoz. Azt szórakoztak ott, amit daloltak, vártak, kézmunkát végeztek, kukoricát fosztottak így ősszel ma, amikor termény jött kollektívan. Aztán hétvég, aztán mindig szombatértem, olyan jó műsorok voltak, programok nekik, elmentek sétálni, vasár különösen, de mindig a mise az első volt. A vallásos, vallásos község volt, itt nem voltak különböző vallású.
A felvétel készítésekor felesége a házi munkával volt elfoglalva, de azért egyszer csak ő is megszólalt. Hát játszották, a fiúk, a lányok játszották. Hát volt mindig egy kiválasztott, aki kiállt a szoba közepére, vagy mit tudom én valahova, szóval mondja, hogy kútba estem, hány méterre, vagy hát százra. Kihúzzon ki, akkor kiválasztott valakit, fiút, vagy lányt, vagy hát csak fiú, lányt, lányt, fiút, nyilván, és akkor hát ennek a számára volt. Itt kezdődött a szerelem. Megvan. És mi volt az ára? A csók. Ja, hát akkor... Azért mondtad. Oda még út kellett, hogy legyen. Hát azért mondtak, minél... Például a fiúk többet, hogy több csókot kapjanak. A lányok kevesebbet, hogy kevesebbet kelljen adni neki. Egészségünkre lehet inni. Mivel is zárhatnánk ezt a témát, mint egy szép szerenáddal, amit az idős Béla bácsi énekelt el nekünk. Alasszol-e már, édes angyalom, hallod-e mély búsan zengbalom, aludj, aludj, te drága lány, jó éjszaka, ha te tudnád, mi a szerelem, nem beszélnél ilyen kegyetlen, de azért csak aludj, te drága lány, jó éjszaka. Filmünket egy hangulatos hegyvidéki túra képeivel zárjuk. A Csernei-pataknak a forrásvidéktől néhány kilométerre, Nekézseny határában van egy csodálatos szakasza. A patak itt vágja át magát az Upponyi-hegység kristályos kőzetein. A mellette kanyargó erdei út többször is keresztezi a patak medrét. Összeszámoltuk. 16-szor kellett áthaladni a patak vízén, s ezt bizony csak az ügyesebbeknek sikerült száraz lábbal megtenni. Mire felértünk a hegytetőre, mögöttünk hagyva a patakot, már szinte hiányzott, hogy nem kell a patakon átgázolni. A Lázbérci víztározót, amelyet most felülről látunk, a borsodi iparvidék vízellátásának céljából hozták létre. A hosszú, keskeny mesterséges tó környéke egyre kedveltebb üdülőterületté válik. Thank you.
Ezt a kis, tenyérnyi kiterjedésű hegységet a Bükk nagyapjának is mondhatnánk, a két hegység korát tekintve. Csendes erdei útjait járva, eszünkbe jut a szilvásváradi Szalajka-völgy zsúfoltsága, a rengeteg látogató, kiránduló, akik éppen a táj varázsát törik meg, a csendet, a pihentető szemlélődést. Mi, ha választhatunk, akkor szívesebben járunk ilyen csendes, félreeső, emberek által alig háborgatott vidéken. Ezt fejezzük ki filmünk címében is, Csernej kontra Szalajka-völgy. És hálásak vagyunk a Csernej vidék falvainak, hogy így megismerhettük. Hálásak vagyunk Csernej barátainknak, ismerőseinknek, hogy ilyen környezetben töltettünk pár napot a nyári szünidőben. Ha arra gondolunk, hogy ezt a vidéket, Oszt környékét, Borsod megye északnyugati részét is erősen sújtotta a napjaink gazdasági, társadalmi átalakulása, a tömeges munkanélküliség, elszorul a szívünk. De hisszük, hogy a remény, az emberek élni akarása Magyarországnak ezt a táját is megmenti a végső elszegényedéstől. Látott falak, ne hagyd elveszni álmodat.